Hivatalos adatok szerint jelenleg az egész világon 12 olyan állatkert van, ahol aranyhasú mangábékat bemutatnak, 27 állatot összesen. Tehát tényleg ritkaság, nagyjából még az óriás panda az, ami ennyire ritka, ennyire kevés állatkertben kerül bemutatásra. Ez történik. A kölyök az nagyon aranyos, és a közönség nagyon szereti az ilyen kis kedves cuki állatokat. Ugye azért is fontos a szaporításuk, hiszen egy ritkuló állatfaj, hogy pontosan milyen a természetvédelmi státusza, azt nem is lehet megmondani, az IUCN, a Nemzetközi Természetvédelmi Uniónak van egy kategória rendszere, ami értékeli az állatokat, hogy kritikusan veszélyeztetett, sebezhető. Hát ebbe a kategória rendszerbe adat hiányosként került bele az aranyhasú mangábé, mert nem nagyon lehet tudni, hogy a vadonban mennyi van belőle, ugye nyugat-afrikai erdőségekben honos eredetileg. Ez a kicsi, ez most egy olyan állat, akinek apai ágon a felmenői amerikai állatkertekben élő aranyhasú mangábék, anyai ágon meg európai állatkertekben. Tehát azon dolgozunk, hogy ennél a kis egyet számnál is igyekezzünk, amennyire lehet a genetikai sokféleséget megőrizni.